CityRox tehetségkutató még 2017-ben alakult azért, hogy felkarolják a zenei tehetségeket az országban, emellett népszerűsíteni szerették volna a rockzenét, mint műfajt. Minden évben egy olyan közösséget teremtenek, ahol csak a tehetség számít, más semmi. Mai adásunk vendége Gajda Ferenc ügyvezető és főszervező, akivel arról beszélgetünk, mit várnak el egy zenekartól, de arról is szó esik, mit tartogat az idei tehetségkutató döntője. Tartsanak velünk! Szervusz, köszöntelek a stúdióba, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszi szépen, jó reggelt! Mi inspirált titeket arra, hogy elindítsátok a CityRox tehetségkutatót? Hát az inspiráció az úgy indult, hogy van ennek a több száz zenészes együttzenélésnek egy úttörője a Rocky Mille, ők olaszok, és valamikor a 2010-es években ők elkészítettek egy videót, ami ugye bejárta a világot, és azóta is csinálják ők is tovább. Ennek számtalan kis alter egója lett orosz, kínai, holland és sorolhatnám. Hát nekem jött az ötlet, hogy 2017-ben még, mindenképpen kéne valahogy rockzenével valamilyen jópofa közösségépítő, de zenélős, de utánpótlást növelős dolgot csinálni, és akkor jött nekem az ötlet, hogy az olaszok mindig az angol szász zenét játsszák, és hogy nekünk van egy nagyon komoly rock és popzenei kultúránk, amelyik egy viszonylag jó exporttermék volt egyébként annak idején, és népszerű is nagyon jó, hogy ezt jó lenne átörökíteni, meg jó lenne megcsinálni, és akkor, tehát hogy ha már itt vagyunk Magyarországon, és csinálunk egy ilyet, akkor annak legyen meg úgy az arculata, hogy ne csak angol szász, ugye az angol a popzene és a rockzene nyelve, hanem akkor tegyük már bele a magyar rockslágereinket is, mert ugye rengeteg van. És így jött az ötlet, és hát 2018-ban csináltuk meg az első flashmobunkat is. Azóta most idén nyáron már 8-at bonyolítottuk le. És milyen típusú zenészek vagy zenekarok vehetnek részt a versenyen? Van valamilyen megkötés ebben? Nincs, maximum a hangszerek tekintetében van megkötés. Hát mi alapvetően a rockzenét próbáljuk meg tovább éltetni. Így nyilván a dobosok, basszusgitár, gitár, zongoristák, énekesek, tehát nyilván az ő jelentkezésüket várjuk elsősorban. De nincs elrugaszkodva a terveinktől az sem, hogy más hangszercsoportokat behúzzunk. Itt egyszerűen az egyszerű magyarázat, hogy ezekből a hangszercsoportokból, meg az ezt kezelő emberekből van a legtöbb Magyarországon. Tehát, hogy most azt mondom, hogy rakjunk be egy fúvós szekciót, nem hiszem, hogy számszakilag nagy mennyiségű fúvós tudnánk ezért megmozgatni Magyarországon. Nemrég zárult le a jelentkezés, hogyan látod, erős az idei mezőny, meg sok tehetséget hallgathatunk meg idén? Hát most ugye ez egy másik divíziónk, úgymond, hogy most már harmadik évet csinálunk tehetségkutatókat, és tegnap éjszaka zárult le a jelentkezés. Hát tegnap délutáni adott, mert akkor néztem utoljára, mert másfélszeres a túljelentkezés. Hála az Istennek, azt mondom, mert ez azt jelenti, hogy mozognak és élnek a zenekarok. Én személy szerint voltam egy másik tehetségkutató zsűriében is egy pár hónappal ezelőtt, és ott is. Ott igaz, hogy egészen más típusú műfajok is megjelentek. Nálunk általában inkább a hangszeres zenészek, nyilván a CityRox neve miatt is ők jelentkeznek nagyobb számban, de rengeteg tehetséges előadó van, és ez egy nagyon komoly sorozat. Ez az Öröm a zene sorozat, aminek ugye mi vagyunk a Csongrád megyei állomása, és tehát olyan nevek jutottak már ki ennek a sorozatnak a 30 éves múltjára visszatekintve, már úgy, mint sztár státuszban, mint mondjuk a Margaret Island, vagy a Blaha Luisana. Tehát, hogy nagyon komoly dobbantó lehet ez bizonyos zenekaroknak, és hát mi is mindig nagyítóval, gorcsővel keressük őket, és hát mindig találunk gyöngyszemeket. Bármilyen korosztály jelentkezhet erre a tehetségkutatóra?
Hát tulajdonképpen bármilyen. Nyilván a policy az öröm a zenének az általában a fiatal tehetségek, meg a fiatal zenekarok fölkutatása, de nyilván, hogy ez nincs korhoz kötve. Tehát szerintem, mint hogy a zenélés sem. Tehát én magam, mint dobos, nekem a kitűzött célom a Charlie Watts, aki majdnem, hogy ugye az élete végéig a Rolling Stones dobosa volt. Milyen szempontok dönthetnek a kiválasztás során? Hát többféle szempont is van. Nyilván ugye itt első körben az, hogy a hangszeres tudás, tehát hogy valamennyire azért ura legyen a hangszerének az az illető, aki benevez egy ilyen tehetségkutatóra, vagy például az, hogy mennyire vannak összeszokva, mennyire látszik az, hogy egyfelé húz az a zenekar. Tehát nem egy olyan zenekarral szembesülünk, akik öten ötféle zenekarba játszanak egyszerre, mert ilyenre is volt már példa. Nyilván a dalok minősége, a szövegek, ugye haladni kell a korra, nem csak ezeket figyeljük már, tehát olyan ember is van, aki azt figyeli, hogy az adott zenekar éppen a közösségi médiában, vagy a digitális platformokon mennyire kreatív, és mennyire halad a korra, tehát ez is figyelve van. Nyilván a szövegek tekintetére, ugye arra nem kell beszéljek, hogy mennyire fontos. Meg úgy általában az összkép. És hát ugye többféle díj is van, meg próbálunk olyan díjakat is átadni a zenekaroknak, hogy az arra serkentsük őket, hogy érdemes zenélni, érdemes föllépések után kajtatni, és a mai világban egyre nehezebb. Milyen díjakat, lehetőségeket nyernek a szerencsés nyertesek? Hát itt ugye az van, hogy a sorozat, a fődíjat, aki az első helyezett lesz, az ugye automatice mehet az országos döntőbe, ami évvégén az Budapesten. Ott nyilván nagyon komoly, több millió forintos díjak várnak a végső győztesre, meg nyilván ott lesz egy kis média jelenlét, nyilván sajtó, stb. Tehát nyilván már, aki bekerül abba az első 20-ba, azt egy picit fölkapja a sajtó, tehát érdemes ilyen szempontból is gondolkodni. Bocsánat. Helyileg mi ugye a partnerségi dolgoknak megfelelőképpen a színre tudunk fölajánlani föllépési lehetőséget, akkor a City Rocks valamelyik következő flashmobján a programba betesszik őket. Akkor idén lesz egy szintén Csongrád megyei föltörekvő stúdió, a T-Plant stúdióban lesz egy 10 órás fölvételi lehetőség. Az ottani producer, a Mihály Geri egyébként a zsűriben is benne lesz, az élő zsűriben, úgyhogy ő is szakavatott szemekkel figyeli a zenekarokat. Hát akkor elég nagy a tét, és ki lesz még Budapesten a szakmai zsűri között? Hát ugye itt első helyen Andrássy Kremót kell, hogy említsem. Ő a Hangszeresek Országos Szövetségének az elnök. Hát a Remo több mint 30 éve próbálja a Don Quixote módjára a magyar rockzenei tehetségkutatást évről évre minél magasabb szintre vinni. Ugye ő a Gitármánia tábornak, szolnokon a vezetője, tehát ő teljes mértékben erre tette föl szerintem az életét, ami nagyon helyes. Ő a zsűri elnöke. Akkor Benkő Zsolt, bluesgitáros, Görög Dani, akit az előbb említettem, hogy ő fogja a social médiás dolgokat, meg az arculatát figyelni a dolgoknak. Mi is delegálunk két zsűritagot, Hímer Istvánt, ismertebb nevén Frézert. Ő is ugye zenész, nálunk a City Rocksnál ő az egyik zenei rendező. Akkor az előbb említett Mihály Gergely, ugye ő is gitáros, énekes, producer. És ki is az ötödik, gyorsan akartam mondani. Hát a Remo, igen, ő elkezdtem, úgyhogy megvan az öt ember. Van-e olyan tehetség vagy tehetségek, akiket úgy ismerhetünk most már, vagy befutottak a zeneiparban? Már jelentkezők között? Nem, az előző versenyek. Ja, hát ahogy az előbb említettem, hogy a Margaret Island, akkor a Blaha Louisiana, akkor... Hát nem tudom, most így megmondom őszintén, ezek jutnak mindig először eszembe, mert ők ilyen kiemelkedőek. Ők is ilyen gitármániás zenekarként kezdték, hogy ott állítólag valamelyik, azt hiszem pont a Margaret Island volt, hogy először ott ismerkedtek meg a gitármánia táborban. Tehát azért is próbáljuk meg ezt a dolgot súlyozni nagyon, hogy lám, miből lesz a cserebogár.
Tehát, hogy el kell menni egy táborba, egy tehetségkutatóra, mert az ember, tehát nem csak azért fontos ez, hogy az ember elmegy, és akkor arra vár, hogy megnyeri. Persze, az a fő cél. De mint az olimpiákon is, ugye itt is a részvétel a fontos. De hogy miért fontos a részvétel? Azért, mert olyan zenészekkel, szakmai hozzáértőkkel találkozhatsz, barátságokat köthetsz, és kapcsolatba kerülhetsz, meg rögtön lesz egy inputod arról, hogy hol tart mondjuk Csongrád megyében, ebben az évben körülbelül a föltörekvő rockzenei kultúra. Tehát látni fogod azt, hogy a többi hogy csinálják. Lehet, hogy látsz rossz példát, amiből ugyanúgy tudsz tanulni, látsz jó példát, amit ugyanúgy tudsz tanulni, tehát ezek baromi hasznos dolgok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a stúdióban, és kíváncsian várom, hogy mi lesz a szegedi döntőnek az eredménye. Mi is nagyon. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!